a szikla alatt egész kis barlang van, két kellett lemászni. Hát, megint, hogyha egy egészen a földre lekushadok, akkor magasak a sziklafalak. És igen, itt lehet egy 10 métert via felrátázni is ezen a dróton. Na, ez jó volt. Sőt, ahogy nézem, már pedig erre nézek, itt továbbra is egész mutatós lesz a kanyonfal. Itt már a sziklafalak magassága eléri a 15-20 métert is talán. Na, ez már szép. És további kicsi barlangok is vannak. A lányok nem merték bevállalni itt a hasadékba leereszkedést, úgyhogy ők most bemutatnak egy kis falmászást. Nagyon helyes, mert legalább lesz ilyen mutatós része is a filmnek. Meg ne csak mindig az én pofámat kelljen bámulni, néha őket is. De hát nem hiába, via felrátáztunk most két napig, azért látszik, hogy van némi foganatja. Legalábbis óvatosabb lett, meg a mozgása is sokkal koordináltabb, úgyhogy nagyon jó volt ez a kis kiruccanás. Remélem önök is aktívan töltötték a hosszú hétvégét, és a végére kellemesen elfáradnak, viszont nagyon jól fel is töltődnek. Na, egy már lent van. Most már csak... Bele ne süljél! Na jó, majd találkozunk odalent. Sajnos a szurdok népszerűségének vannak árnyoldalai is. Aki például ezeket itt hagyta, az szégyelje magát. Újabb látványos sziklakapu következik. Valami barlangszerű kis lyukkal az alján. Azt kell, hogy mondjam, az utóbbi néhány méter, mondjuk olyan 100 méter egészen jól nézett ki. Szinte, mintha nem is Magyarországon lennénk. Legfeljebb, mikor a sziklafalak magasságát nézzük, akkor kell kijózanodnunk. De azért ott az a szemközti csúcs az egész jó, és az végig sziklás. Kicsit már ellaposodott a látvány ismét. Most már ilyen a szurdok így általában, mint itt visszatekintve. Viszont a szurdok alja az rendkívül sok gombát terem, tessék. És ez még mind ehető is volna, ez gyűrűs tuskó gomba. Hogyha nézték a filmünket a kékesről, akkor tudhatják, hogy én is nagyon szeretem. És a múltkor szedtünk is egy jó nagy adagot. Most ezeket békén hagyjuk, mert... Mert csak. Hát békén hagyjuk. Nem akarjuk bántani, mert most nem hazamegyünk, hanem még a szállásra. És a gombát az gyorsan föl kell dolgozni. És a szurdok még így a végére is tartogat egy ilyen szép sziklafalat. Csak most már a másik oldal az nagyon távol került. Úgyhogy ennyi maradt a látványosságból. Illetve hát ez nem is a vége, hanem igazság szerint az eleje. És most fordítva jártuk be az egészet. Sajnos közben az eső az elerett, ugye ami előre volt jelezve, ez bekövetkezett, ezúttal bekövetkezett, amikor ugye rosszat kell, vagy rossz dolgot várunk, akkor az mindig bekövetkezik ezek szerint. Nem késett egy percet sem az eső, úgyhogy ő nyerte a versenyfutást. De hát még nem olyan vészes a helyzet, szóval ez kedvünket még nem szegte. És íme még a sziklafal. Szerintem a
az ördögároknak az alsó kapuja, úgy nagyjából. És itt még a másik oldal is valamelyest közelebb kerül. És egész mutatós lesz. Már visszafelé tartunk, egész pontosan az ördögárokkal párhuzamos másik szurdok felé. De továbbra is a piros jelzést követjük. Tehát valahogy úgy jöttünk, hogy a kocsitól így az ördögárok, aztán így végig az ördögárok, most a négyzet másik oldala következik, és a párhuzamos szurdokon vissza a kocsihoz. Tehát egy ilyen négyzetet teszünk meg, amiben eddig két szára már megvan, és most a harmadikat csináljuk éppen. Nos, végigcsináltuk a négyzet harmadik szárát is, és beereszkedtünk a szurdokba. Nos, azért nem egészen az úton ereszkedtünk be, tehát nem biztos, hogy javasolt a dolgot pont úgy csinálni, ahogy mi. Rövidítettünk, és általában az én rövidítéseim azok ilyenek szoktak lenni, hogy egy picit elviszik a dolgot hardcore túra irányba. Hát ez most is így történt, és a kis csapat lelkesedése nem is osztatlan. De most már, ugye kapok a fejemre, ez magyarán így van. Most már viszont itt a szurdok alján az út az nem rögös, illetve rögös, de csak annyira, amennyi nem fáj. Úgyhogy lássuk, hogy mit tartogat számunkra ez a második. Az ördögárokkal párhuzamos szurdok. Egyenlőre főleg sarat. De hát sajnos az eső az nem fog elállni a mai nap. Nagyon úgy néz ki. Úgyhogy igazából ez sokat levon a túra élvezeti értékéből. De hát ez dobta a gép. És hát a szurdok eddig nem volt túl látványos. Annál küzdelmesebb, ugye megint kellett erdő neveljek. Most az első szikla kibúvások így megjelentek, de hát most se igazán vadregényes, és az eső se akar elállni. Tehát kicsit nehezen bírjuk cérnával, főleg a többiek. Most az igazat megvalva, nem igazán nevezném ezt szurdoknak, mondjuk a neve is csak kőárok, mondjuk kő az nem sok van benne, de amit még nem mondtam, hogy a zöld jelzésen kell rajta végig menni, és a film elején ugye ott volt, hogy a zöld jelzésen is indultunk nagyjából, és ott fog bezárulni majd a kör, mikor elérjük azt az elágazást, ahol a zöld jelzésen rátértünk. Na, ezt most, hogy jól megmondtam, tehát ez a terv, még körülbelül egy erős kilométer van hátra, nem csak a kilométer erős, hanem az eső is. Gondolom be is hallatszik, mert hát csúron vizesek is vagyunk. Szóval ez a vége, ez már nem volt olyan kellemes azért. Ez az igazság. Most akkor zárjuk rövidre a történetet. Itt a vége. De azért nem ennyire rövid lesz, hogy fuss el véle. Tehát az ördögárok az jó, megteszi. Nem dobogós, de nem rossz. Érdemes végigmenni rajta. A másik árok, a kőárok is szép lenne, tehát egy kellemes séta volna, kellemes időben. Na most egy fejvesztett menekülés lett ebben a ronda, csöpögős, taknyos, már novemberibe váltó októberben. Hát így jártunk, ennek ellenére azért érdemes volt megcsinálni. Ha utánunk fogják járni ezt a túrát, akkor azért ne elsőbe, ha lehet. Na mindegy, a viszontlátásra. Ha az erőfeszítéseink tetszettek, akkor lehet nyomni egy kedvelést, ha nem tetszettek, egy gyűlölködést, bármit lehet kommentelni, és fel is lehet iratkozni. Na és akkor még egyszer viszlát!